1-2-3-4. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Várj, mindjárt visszahallgatom én is magamat.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit innen Győrből, az Audi Arénából. Nem túlzás kijelenteni, hogy a győri Audi Eto KC idei talán legnehezebb felkészülési mérkőzése következik, hiszen a Budućnost Podgorica, a kétszeres BL győztes Budućnost Podgorica látogatott ide egy barátságos mérkőzésre az Audi Arénába. Az Audi Eto eddig természetesen minden felkészülési meccsét megnyerte, és nyilvánvalóan hazai közönség előtt ezúttal is erre készülnek a lányok. Zöld mezben játszik a mai mérkőzésen a győri Audi Eto KC, és úgy néz ki a felállás, hogy a kapuban Leno, középen Groth, a két átlövő, Christiansen, illetve Amorin, Görbic és Knedlikova a két szélen, és Kari Bratzer pedig a beálló pozícióban kezd, és ebben a pillanatban elkezdődik a mérkőzés. A győriek vezethetik az első támadást, a falban megvannak az első pacsik, ahogy az természetesen ilyenkor szokott lenni, és akkor innentől kezdve most már tényleg a mérkőzésé a főszerep. Jól ismerhetik a győriek a Budućnost Podgorica csapatát, hiszen lehet azt mondani, hogy szinte minden évben találkoznak a Bajnokok Ligájában, abszolút élcsapatról van szó. És megvan az első védés, de szabálytalanság előzte meg. Rajčić védett, és ez bizony egy 7 méteres lesz, és természetesen 13-assal Görbic Anita áll oda, hogy elvégezze ezt a bizonyos 7 méterest, és 1-0-ra vezet, alig egy perc játék után a győri Audi Eto KC. A feliratozónk egyelőre nem működik, de azonnal javítjuk ezt a problémát, és akkor természetesen az élő közvetítésben is ki lesz írva a valós eredmény. 1-0-ra vezet a győri csapat. Azoknak mondom, akik most kapcsolódtak volna be a közvetítésünkbe. A győri lányok egyébként a hét elején, egészen pontosan hétfőn és kedden egy kis csapatépítő tréningen vettek részt, még hozzá a Balaton felvidéki Salföldön. És ha megvan az első védés Lenótól, Jankovics próbálkozott a lövéssel. És egy újabb 7 méteres ezúttal Eduarda Amorim harcolta ki ezt a bizonyos büntetőt. És ezúttal Nike Groth próbálkozhat a lövéssel is nagyon-nagyon könnyedén. Értékesíti is ezt a bizonyos büntetőt. 2-0 ezzel tehát. Thank you.
Gozsics. Amorim és Bracet között nem annyira könnyű az átjárás. Három és fél perc telt el a mérkőzésből, és most teszik fel a játékvezetők a kezüket. Bulatovics fölé lőtte. Nem kellett közbeavatkoznia a Lenónak. És ott van a harmadik győri találat. Kari Bracet is feliratkozik a gólszerzők közé. Egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon jól működik az, amit Danyi Gábor és Zdravko Zovko kitaláltak. És ott van a harmadik hetes, hát eddig nagyon szigorúan fújják be ezeket a bizonyos büntetőket a játékvezetők. Tatjana Brunovic harcolta most ki a Budućnost Podgorica első hetesét. És megvan az első Budućnost gól, majdnem 5 percet kellett erre várni. Mászló Krisztina a gólszerző. Öt perc eltelt tehát a mérkőzésből, és 3-1-re vezet a győri Audieto KC. Krisztiánzen ki a szélre, Nedlikovának, Nedlikova pedig gyönyörűen húzta be Rajčić mellett. Megvan a negyedik győri gól, tehát Knedlikova is feliratkozott a gólszerzők közé. Egy kis várakozás van most éppen. Most egyeztek meg a játékvezetők a zsűri asztallal. És akkor most folytatódhat a Budućnost támadásával a mérkőzés. Bulatovics, Konatár, Gribić vissza Bulatovicsnak. És megvan az első akciógól a Budućnost oldaláról is. Franka Konatár. Illetve rosszul mondtam, elnézést kérek, természetesen Lurdini Ankovic volt a gólszerző. Amorim. Nagy lövés és nagy védés, aztán a második lövésnél már Rajčić tehetetlen volt. Öt, egy. És közben ápolásra lesz szükség. És közben egy sárgalapos figyelmeztetés is. Hat perc és 18 másodperc telt el a mérkőzésből, és 1 perc 13 másodpercig még ember előnyben játszhat az Audieto KC, és 5-2 a mérkőzés állása. Még egy csere a Budućnost oldalán, jön be Ivana Godec. Hát nem annyira pörgős eddig a mérkőzés, azért van játék megszakítás bőséggel.
Bulatovics. Monatár. Bulatovicsnak vissza. Beveszik a játékba Gribicset is. Egy előre a belső hármas passzolgat a Budusnosznál. Jankovics vissza Bulatovicsnak. Bulatovics nem sikerül lőni, elveszik a labdát. A játékvezetők indulhat. Az Audi Eto KC újra. Benlikova, Krisztiánzen hatalmas gól, szép játék volt. De meg labdát kapott Veronika Krisztiánzen, és hatalmas helye volt ott a két védő között, ezt most nagyon elnézte a Budusnosz. Krisztiánzen pedig köszönte szépen, és tudott is élni a lehetőséggel. Még egyetlen felkészülési mérkőzése lesz egyébként az Audi Eto KC-nak, méghozzá Érden jövő kedden 17 órakor, és utána pedig a következő hétvégén közben ott a harmadik Budusnosz gól. Nurdine Jankovic második gólját szerzi. De nem marad ez válasz nélkül. Kari Bratzet visszaállítja villámgyorsan a négy gólos különbséget. Ő is két gólos. Befejezve tehát az előző gondolatmenetet, a jövő heti Érd elleni mérkőzés után, felkészülési mérkőzés után már a bajnokságban fog szerepelni az Audi Eto KC, méghozzá hazai pályán a Székesfehérvár ellen kezdhetik meg a bajnoki menetelést a győri lányok. Bulatovics került a földre, Jankovics került a földre Krisztiánzen mellett, és törlésre van szükség. Ez pedig meg is történik. És akkor most jöhet az a bizonyos szabaddobás. Egyelőre nincs lövés, Bulatovics még egyet tovább teszi. Nem tudta összeszedni a labdát Jankovics. És ez pedig egy remek passz a hosszú oldalra, a lövés már nem annyira. Bonatár próbálkozott, ez igen erősen elkerülte a kaput. Ez a lövés. És el lehet menni akár 5 góllal, ehhez pedig az kell, hogy Amorim bevarja, és Amorim be is varja. Hozzáért még Rajčić. És ez pedig egy védés Lönótól. Hát eddig nagyon meggyőző az Audi Eto KC játéka. Igaz, hogy még alig több mint 9 perc telt el a mérkőzésből. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a nézőknek és a helyszínre kilátogató szurkolóknak semmiféle panasza nem lehet a győriek támadó játékára. Amorim. Krisztiánzen. Grót kapja vissza. Amorim ellövi, nem, inkább kiteszi a szélre Görbicnek. Görbic sem lőtt egyelőre. Krisztiánzen most bemozgott középre. Nagyon megrángatta. Krisztiánzen gyönyörűen fordult le. Szép volt. 9-3. Veronika Krisztiánzen is feliratkozott a két gólosok közé a mérkőzésen. Hát ha azt mondtam a mérkőzés elején, hogy ez lett az eddigi legkomolyabb próbatétel, akkor eddig ennek a próbatételnek igencsak megfelel a győri csapata az első 10,5 perc alapján. De nyilván még nagyon-nagyon sok van hátra a mérkőzésből. És majd a kérdés az az lesz, hogy a fiataloknak száll-e, és ha igen, akkor mennyit Danyi Gábor vezetőedző, de hát nyilván ez még a jövő zenéje. Közben egy védés Lenótól. Egyelőre nem nagyon találják a Budusnosz játékosok Amandin Lenó ellen az ellenszer, de hát a győri szurkolók ezt alig ha bánják, és zúg is a taps Lenónak itt a csarnokban.
És ha már taps, azt is el kell mondani, hogy Katarina Bulatovicsot hatalmas tapssal köszöntötte a győri közönség, hiszen Katarina Bulatovics BL győztesnek mondhatja magát az Audi Etto KC színeiben is. 2014-ben tagja volt az akkor a második BL címét begyűjtő csapatnak, és közben szabálytalankodtak a Nemette Hansennel szemben, és ez is egy büntető lesz, és három gólos lehet Veronika Christiansen. Az a magabiztosság kellene, mint amit az előbb láthatunk tőle, és ugyanezt láthatjuk tőle újra. Megvan a tizedik Audi Etto KC gól. És időt kér Dragan Adzsics 10-3-as állásnál. Letelt az egyperces időkérés. Folytatódik a találkozó. Tíz hármas állásnál. És az a rendkívül jó hírem van, hogyha minden igaz, akkor megjavult a feliratunk, tehát most már a valós állást láthatják a kivetít, a kijelzőn, és közben egy védés. Jaukovics próbálkozott. De bizony egy sárga lap színe ofted állnak. Így Lenó védése ebben az értelemben felesleges volt. Most kellene még egy védés László Krisztinával szemben. Ez most nincsen meg. Túljárt a montenegrói játékos Lőnó eszén. De hát azért ez a 6 gólos előny, ez továbbra is igencsak meggyőző. Főleg, hogy még az első félidő felénél sem járunk. Oftedal megrángattott egy kicsit László. Szabad dobást ítélnek a játékvezetők. Altmár Kristóf és Horváth Márton egyébként a mérkőzés két játékvezetője. Az ő nevük még nem hangzott el a mai találkozón. Bulatovics. Ugye Angela Bulatovicsról van szó 10-es számmal, és Katarina Bulatovics pedig a 32-es. Most mind a ketten pályán vannak. És Brunovic esett egy nagyot Hansen szorításában, ez is 7 méteres lesz. És László ezt is értékesíti. 15. Három gólos Krisztina László. Ő a Buducnosz legeredményesebb játékosa eddig. Rászolnak közben a játékvezetők a fa arra, hogy egy kicsit óvatosabban vegyenek vissza, nem kell annyira keményen játszani, mégiscsak egy felkészülési mérkőzésen vagyunk. Hansen, Oftedal. Hansennek vissza. Megpattan, és összetudja nagy nehezen szedni Rajčić. És Angela Bulatovics.
tette volna tovább sikertelenül, és Görbic indíthatná a társakat, de visszatette inkább Lönónak. Lönó pedig indította Oftedált. Oftedál megütötték a kezét a lövés pillanatában. Szabad dobás lesz. Ebben a pillanatban 15 perc telt el az első fél időből, vagyis éppen az első játékrész felénél vagyunk. Ez pedig egy védés Rajcsistól. Knedlíkova próbálkozott, és feljöhet négyre a Budusnost. Szabad dobás. Krisztiánzen védekezett Jaukovicsal szemben. Bulatovics. Jaukovicsal passzolgatnak egyelőre. Aztán Katarinát, Katarina Bulatovicsot is beveszik a játékba. Ő kapja vissza, nem lövi el, lepatintja egyszer. És megvan a hatodik Budusnost gól. Hát azt kell mondjam, hogy jól sikerült Dragan Adzsics időkérésre, hiszen azóta 3-0-val állnak a podgoricaiak. És ez sem volt jó passz Görbic irányába. Mondhatni, hogy a pálya bal oldalát kicserélte Danyi Gábor a kezdéshez képest, de ez nem lenne 100%-ig igaz, hiszen Görbic azért ott maradt a bal szélen, de bejött Hansen és Oftedál. Ettől függetlenül pont az ellenkező oldalon próbálják vezetni a támadásaik többségét a Budusnost játékosok. Most középen sikerül megtalálni Gribicset, hogyha jól látom, így van, ő volt, és megvan a hetedik Budusnost gól. És ez is egy rossz támadás. És ez pedig egy óriási zicser. Dijana Ujjics kettő gólra jön föl. A Budusnost Podgorica 10-8, és Danyi Gábor időt is kér, ami nem csoda, 5-0-ra nyerte az elmúlt néhány percet a Budusnost Podgorica. Jó néhány másodperccel előbb befejezték a szakvezetők a taktikai tanácsok osztogatását. Igaz, valamivel talán a keleténél később is indult el az időkérés jelző óra az eredmény jelzőn, de hát nyilván ez egy barátságos mérkőzésen nem annyira fontos. Azt viszont el kell mondani, hogy nagyon szép számmal látogattak ki a szurkolók ide az Audi arénába, hiszen az aréna felső karéja teljes egészében megtelt, és ahogy talán a közvetítésben is hallatszik, a kemény mag most is megtesz mindent, hogy győzelemre buzdítsa az övéit. Nem haladt át teljes terjedelmével Amorim lövése az alapvonalon, illetve a gólvonalon, ezt mutatta a játékvezető, de úgy néz ki, hogy szerencséje van az Audiatónak, mert hogy sikerül visszaszerezni a labdát, de nem értek fel elég gyorsan a társak, így Amorim nem tudta kinek adni. Most már lehet támadást építeni, ez viszont egy nagyon-nagyon rossz passz volt Gróttól. Bódi Bernadettet kereste volna sikertelenül. Feljöhet egy gólra a Budusnost Podgorica. Néhány perccel ezelőtt még 7 gól volt a különbség. Ehhez képest azért nagyon-nagyon feljött játékban és eredményben is a montenegrói együttes.
Bulatovics, Katarina Bulatovics. Még egy tovább tette Jaukovics. Katarina Bulatovics, gyere Bulatovics, aztán ki a szélre. És jó az ejtés. Lunó kijött és ezt használta ki Jaukovics. Feljött egyre a Butusos, és az egy 2 perces kiállítás, méghozzá Angela Bulatovicsnak 10-es számmal kell elhagyni a pályát. Most ezt a 2 perces ember előnyt azért jó lenne felhasználni arra, hogy egy nagyobb előny legalább 1-2 góllal ellépni a Budućnosttól. Christiansen. Amorim nem tudta kinek adni. Nem lőtte el, hanem kitette a szélre Bódinak. Bódi pedig nagyon hosszú gólcsendet tör meg, és megvan az Audieto 11. gólja. 7 gólos a különbség. Nem adja meg tehát az esélyt az Audieto KC, hogy az egyenlítésért támadjon a Budućnost. 10,5 perc van hátra az első fél időből, és amit mondtam az előbb, hogy az ember előnyt jó lenne felhasználni arra, hogy előnyt kellene felépíteni, az úgy tűnik, hogy egyelőre működik is, még több mint 1 perc hátra van ebből a bizonyos ember előnyből is. Most fontos lenne nem gólt kapni, és hogyha ez a védekezés, ez a jó védekezés megvan, akkor onnantól már csak egy jó támadás kellene. Hát nem sikerült, mert a védekezés ugyan megvolt, de szabálytalanul. 7-es lesz, de hát persze még a lehetőség továbbra is adott. És itt az első fiatal, aki bemutatkozási lehetőséget kap, Tóth Nikolett jön erre a 7-esre. Ő áll szemben Krisztina Lászlóval. No, ki nyeri ezt a párharcot? Krisztina László nyerte. Marad az 1 gólos különbség, de hát természetesen ez még mindig nem tragédia. Bár nem csak azért, mert egy felkészülési mérkőzésről van szó, hanem azért is, mert továbbra is azért ez az 1-2 gólos előny megvan. Remélem nem kiabáltam el. De eddig úgy tűnt, hogy az Audieto KC diktálja a tempót, most viszont támadhat az egyenlítésért először a mérkőzésen a Budućnost. És azért az is látszik, és talán ez jelenti a montenegrói csapat legnagyobb erejét, hogy nem adták fel, nem roppantak meg akkor, amikor 7 gólos hátrányba kerültek mindjárt a mérkőzés elején. És ez mindenképpen jó tanulsággal szolgálhat majd a Bajnokok Ligájára is, hiszen ők is idén is ott vannak, méghozzá az A csoportban fognak vitézkedni a montenegróiak. Tehát hogyha majd úgy alakulna, hogy az Audieto KC ott is nem érvényes közben a gól. Beletikos is próbálkozott egyébként, illetve ő vágta be ezt a hálóba, és újra próbálkozhat ő. Bulatovics. És ez is egy 7 méteres lesz, Gribics esett nagyot. És még egy kiállítás is, Bódi Bernadett nem érti. Kizártnak tartom, hogy meg tudja győzni a játékvezetőt erről. Még akkor is, hogyha Bódi Bernadett nem ért egyet. A döntése rendkívül szigorúak a játékvezetők, azt egyébként meg kell hagyni. És megint Krisztina László áll oda. Ezúttal marad Lunó. És érezte a sarkot, Lunó érezte, de nem találta meg az ellenszert László lövése ellen. És bizony-bizony egyenlít a Budućnost a 22. percben a mérkőzésen. Befejezve tehát az előző gondolatot, mindenképpen fontos tanulság lehet az majd az Audieto KC-nak, hogyha találkoznak valamikor a Bajnokok Ligájában, amire van esély egyébként a Budućnost Podgoricával, akkor ezt mindenképpen fejben kell tartani, hogy nincs az az előny, amelynek tudatában meg lehet nyugodni.
Közben azt mutatja László Krisztinának a játékvezető, Krisztina Lászlónak, hogy ne dobálja magát, nem kell ennyire látványosan esni, majd befújja, hogyha szabálytalanságot lát. Közben törölni kell. Görvic kéri, hogy azért ezekre figyeljenek kicsit jobban. És akkor jöhet a szabad dobással, az Audi Eto'o Hansen végezte el. Oftedal. Groth. És ez pedig egy nem jó lövés. Amorimtól Rajcic tulajdonképpen csak rá kellett, hogy üljön a labdára. Groth fogta meg Lászlót. Jön be Bulatovic helyett Bulatovic. És jön be Krisztina László is. És még egy bő fél perc hátra van ebből az ember hátrányból. Bulatovic megszerezte a labdát, a Budus Nost pedig a vezetést. Nem Bulatovic volt egyébként, hanem Tatjana Brunovic. Az időkérés óta, mármint a Budus Nost időkérése óta 9-1-re nyeri meg ezt az etapot, ha mondhatjuk így, a Budus Nost, és valamit ki kellene találnia az Audi Eto'nak. Nincsenek ők ezt hozzászokva, például ez. És még egy 2 perces kiállítást is reklamált Groth, és meg is kapta Gribics. Gribics áll ki, tehát 2 percre, az állás pedig 12-12, tehát ez a létező legjobb forgatókönyv, hiszen a gól mellett még egy ember előnyt is kap az Audi Eto'o KC, ami itt a félidő hajrájában igencsak fontos lehet. Bulatovic. Jankovics-sal szemben szabálytalankodtak. Jöhet a szabad dobás. Bulatovic. Jankovics. Bulatovicsnak vissza, fenn van a bírók keze. Elveszik a labdát. Vissza lehet venni a vezetés, persze ez egy jó támadás befejezés kell. Oftedal. Amorim. Szabad dobás lesz majd. Ez volt valószínűleg a cél a Budus Nostnál, hogy megakasszák az Audi Eto'o támadását. Egyelőre nem tud gyorsvá támadásokat vezetni a nagyőri csapat. Hansen. Szép labda. Amorim kapott remek paszt. És ha már megkapta, akkor értékesítette is. 3-12. Amorim 3 gólos, 5 perc van hátra az első fél időből. 13-12, 25 gól, 25 perc alatt, ami azért viszonylag soknak mondható. Azért eddig nem feltétlenül a kőkemény védekezésről marad. A kőkemény és eredményes védekezésről, talán így pontosabban megfogalmazás. Nem erről maradt tehát emlékezetes ez a mai mérkőzés. Pletikos is Brunovicot kereste volna. Utóbbit már fogták a falban. Remek labda. És most még pekje is van Lönónak, mert Ujkics lövésével igazából a kapufára pattant, de a francia kapus lábáról pedig a hálóban kötött ki. 13-13, és megint a vezetésért támadhat a Budus Nost, és most ezúttal Ujkics labdája tényleg kipattant a kapufától, de nem jó helyre pattant, mert hogy
jöhetnek újra a fehérmezesek a támadással. Három és fél perc van hátra az első fél időből, és azért jó lenne, csak jót tenne a lelkeknek, hogyha előnnyel lehetne menni a szünetre. Ez most kellene mindenek előtt. Amorim csúnyán fölélőtte, és ráadásul még a szemébe is belenyúltak, úgy tűnt. Jaukovics sportszerűen felsegítette, ő lehetett a vétkes. Amorimot pedig keményebb fából faragták annál, mint hogy egy ilyen kis baleset miatt ápolást kérjen, vagy ne folytassa a játékot. És ez már csak azért is nagyon jó, mert Amorimra nagyon-nagyon nagy szükség lenne itt most védekezésben. Hiszen nem lenne jó, hogyha két perccel a félidő vége előtt megszerezni a vezetés a Budućnost Podgorica. Ez pedig egy szép figura lett volna. Illetve maga a figura szép, de a gól nem lett volna érvényes akkor sem, hogyha kicsit pontosabb. Hansen. Groth. Hansennek vissza. Hansen, gyönyörű szép megoldás, gyönyörű szép gól. 14-13. 14. gyönyörű gól a szerzője, Alapvető Hansen. Nem volt még gólja Anna-Mette Hansennek a meccsen. Ez is megvan most, és egy nagyjából 15 másodperc múlva, mire kimondom, már csak 10 másodperc múlva kiegészül a Budućnost. László. Jaukovics harcolt nagyot. És tartott a labdát, egyetlen perc van hátra a fél időből, közben kiegészült a Budućnost. Közben fenn van a bírók keze. Bódi lépett ki a falból, ott nagyot esik valaki. László pedig hatalmas gólt lő, 14-14. De egy támadásra még van lehetőség. Kari Bratzet pedig kap egy 2 perces kiállítást. Ember hátrányban fogja tehát befejezni az Audi Eto KC az első fél időt. László Krisztina pedig a 6. gólt szerzi. A meccsen 14-14, fél perc van hátra, és ember hátrányból kellene gólt lőnie az Audi Eto-nak ahhoz, hogy legalább az esély meglegyen arra, hogy előnnyel mehessenek a szünetre. Persze azért a kézilabdában egy gól előny vagy egy gól hátrány azért nagyon sokat nem jelent, de azért biztos, hogy lélektanilag nagyon sokat jelentene, hogyha sikerülne még egyet közé tenni, de már nagyon pörög az óra, már csak néhány másodperc van. Ellövi Groth, aztán összeszedi még Görbicő, pedig nagyon csúnyán mellé bombázza. 14-14-es állásnál ér véget tehát az első félidő. Negyed óra szünet, aztán folytatódik a mérkőzés.
Megszólalt a szünet végét jelző duda, szó, ez pedig azt jelenti, hogy vége a szünetnek, folytatódik a Győri Audietto KC Budusnos Podgorica mérkőzés. 14-14, ha valaki csak a meccs elejét, majd a félidő eredményt látta, akkor nagyon meglepődhetett, hiszen remekül kezdte az első félidőt az Audietto KC, ez elmondható, hogyha összegezni szeretnénk. 10-3-ra is vezetett már a győri csapat, aztán átvette a vezetést innen a Budusnost, és végül így alakult ki ez a 14-14-es félidei eredmény. 1 perc 19 másodpercig még ember hátrányban van az Audietto KC Bratzett kiállítása miatt. És ráadásul a Budusnost kezdte a játékot itt a második félidőben. László. Groth védekezett keményen, lépés mutat, de ellene fújtak. Szabad dobás lesz. Brynovics. László. Passzívot mutatnak a játékvezetők. Brynovics kapja, elveszik tőle. Nika mutatta, hogy nem kell rohanni. Hiszen hogyha ügyesen viszik fel ezt a labdát, akkor a támadás végére akár 6-6 ellen támadhatnak, hiszen le fog majd járni ez a bizonyos kiállítás, ami Kari Bratzettre vonatkozik. Ebből még 10 másodperc van hátra egyébként. Groth. Oftedal. Most jön vissza Bratzett, kiegészül az Audietto. Christiansen. Groth mutatta a szélen magát, Görbic nem kapta meg. Szabad dobás, marad a győrieknél a labda. Groth. Christiansen lőni kell, passzív. Görbic pedig meg is teszi. Rajcic pedig véd. Az pedig egy remek labda Brynovicsnak. Vonalra lépett, szabad dobás. Belülről kell elvégezni, ez mutatta a játékvezető, Lönó pedig szót fogad. Christiansen, Görbicnek nem volt jó. Azért ezeket a lehetőségeket nem nagyon kellene elszórni. Azt láttuk már az első félidőben is, hogy minden hibát könyörtelenül ki tud használni ez a Budusnost Podgorica. Premovic. László. Ki a széle Gribicsnek. Gribics pedig be is húzza Lenó mellett. És ez pedig egy nagy védés, és újra megszerzi a labdát a Budusnost. Két góllal elléphet a Budusnost Podgorica először a meccsen. Reméljük, hogy nem fogják megtenni. De megteszik. Tatjana Brynovic a gólszerző. Ezzel pedig 16-14. És ráadásul ezt is mellélői Oftedal. Hát nem úgy sikerül ez az első néhány perc, egészen pontosan 4 perc a második félidőben, ahogy talán amire számítani lehetett, vagy inkább úgy mondom, hogy amire számított talán a csapat, és amire számított a kilátogató
szurkoló sereg, nem túlzás ezt állítani, hogy szurkoló sereg. És ez most egy jó védekezés, mert nem jutott el a labda Brinovichoz, és akkor ebből lehet fordulni. Rendezetlen fal ellen próbálkoznak most a győriek. Knedlikova, és ez most bent van. No, hát ha ezzel egy kicsit sikerül megtörni ezt a kis holt, és ki lehet jönni a gödörből. Második gólja Jana Knedlikovának, és egy gól a különbség. Az egy gyönyörű támadás és egy gyönyörű gól, ezt el kell ismerni. Diana Ujkic a jobb szélről szerzi a Budućnost 17. gólját, ez pedig egy 2 perces kiállítás. Brinovic jön le. És közben egyébként ezt önök most nem látják, de hamarosan látni fogják, hogy bejön a kapuba Tóth Nikolett, tehát nem csak arra az egy bizonyos hetese kapott lehetőséget. Knedlikova, kapufa. De összeszedi még Jana Knedlikova, és nagyon kellett ez. Azonban elveszik a labdát a játékvezetők. És Knedlikova nem is egészen értette, hogy mi volt a probléma ezzel. Továbbra is 2-vel vezet a Budućnost, és ők támadnak viszont, ami a jó hír, az öröm az ürömben, ha lehet így mondani, hogy ember hátrányban kellene támadniuk, és ember hátrányban kellene gólt lőniük ahhoz, hogy növeljék ezt a bizonyos különbséget. Hát bízunk benne, hogy most nagyon ott lesz majd a győri fal. Groth például azonnal meg is állítja Jaukovicsot. László, Jaukovics. Mutatta volna magát Premovic, de nem kapta meg végül. Jaukovics, Premovic, óriási gól. Ember hátrányból 3 gólra növeli az előnyét az Audi Eto KC. Meg kell hagyni, Szanya Premovic óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba. Görvic. Christiansen. Groth. Görvic kicsit magas volt az alap, de nem tudott elindulni befelé, inkább Ofterálnak tette tovább. Groth. Szabad dobás lesz. Passzívot jeleznek a játékvezetők. Ofterál. Görvic nem tudta ellőni, tette volna vissza Grothnak, abba viszont már belenyúltak. Viszont hamarosan lőni kellene. Meg is teszi Christiansen, de hogy teszi meg Christiansen, hatalmas gólt lő ő is. Kellett bizony Christiansen gólja, negyedszer eredményes ezen a mai találkozón. László előtt a kapu előtt, de nem önszántából. Groth és Medlikova szorongatta, úgyhogy szabad dobás lesz. Mutatja a játékvezető, hogy a sípra lehet elvégezni, ez most megtörtént. Premovic, László, Jaukovics mellé. No és akkor fel lehet jönni egyre. Hoftedál. Görvic. Groth. Hoftedálnak vissza ki a szére Görvicnek. Nem volt jó az a passz. Ajjajjajjajjaj.
Hát most nem egészen úgy épülnek ezek a támadások, ahogy az kellene. Sok a hiba, sok a pontatlanság. De hát nyilvánvalóan inkább most egy felkészülési meccsen jöjjenek elő ezek a hibák, mint később akár a bajnokságban, akár pedig a Bajnokok Ligájában, és ebből viszont lehet fordulni, és megint itt a lehetőség, fel lehet jönni egyre. Christiansen kapott egy nagyobb Christiansen 2 perces kiállítás. Méghozzá Tatjana Brunović a második kiállítását kapja. Kivett a szabadrúgás, szabaddobás elnézést, az egy másik sportág, ahol szabadrúgás van. Bratzett tehát Amorimnak. Amorim és Groth pedig megbeszél, hogy mit is kellene játszani. Amorim nagy mosolyjal nyugtázza, hogy akkor megvan a figura. Görbic, óriási gólt lő Görbic Anita. Hát ezt a csukló mozdulatot talán csak ő tudja, elképesztő, ahogy meghúzta ezt a labdát, és közben egy újabb 2 perces kiállítása Budućnost Podgoricánál úgy kics jött le, és akkor most egy 2 percig, illetve 1 perc 40 másodpercig kettős emberelőnyben van az Audi Eto KC. Mondanom sem kell, gólt azt nagyon nem kellene kapni, ellenben lőni kellene legalább 2-t, és akkor meg lenne a vezetés. Persze ez jóval könnyebb mondani, mint megtenni. 10 perce megy egyébként a második félidő, vagyis a mérkőzés kétharmadánál járunk, amikor 18-17-re vezet a Budućnost Podgorica. Groth lépett ki közben Jaukovicsra. Gribic. Premović. Őt is megfogják, ezúttal Amorim. Jaukovics fölé. Na most kellene támadni az egyenlítésért. Illetve a támadás az egyenlítésért megvan, a kérdés az, hogy maga az egyenlítés meg lesz-e. Amorim. És ez bizony újabb 2 perces kiállítás. Krisztina László. És akkor 40 másodpercig 3-as ember előnyben lesz majd az Audi Eto KC. És még egy hetest is lőhet Görbic Anita. Hát most már akkor csak meg lesz az a fránya egyenlítés. No nézzük Görbic és Rajčić pár harcát. Görbic bepattintja nagyon higgadtan, 18-18. 3 gólos Görbic Anita. És jön ki Knedlikova a falból. Az egész csapat szinte fellép a 9-esen kívül, Amorim maradt még bent egyelőre, próbálnak labdát szerezni a lányok. És ez tulajdonképpen sikerül is, megzavarták a Budućnost támadását, és még 5 másodperc van a 3-as emberelőnyből. Görbic nagyon-nagyon egyedül marad, be is lövi, újra vezet az Audi Eto. 19-18. És közben 4-en a Budućnost játékosok, és hamarosan 5-en lesznek, és onnantól kezdve még nagyjából 1 percig lesz emberelőnyben az Audi Eto KC, de tulajdonképpen ez a szakasz a mérkőzésnek elérte a célját. Most jön vissza Ujkic, hiszen sikerült megfordítani a meccset. És akkor ezt most már tulajdonképpen még nagyjából 18 percig meg kellene tartani, és akkor meg lenne ez a bizonyos győzelem. Premović. Gribic. Gribic ellövi, és ez egy pedig egy védés Tóth Nikolettől. Összezárta a lábát.
innentől kezdve ott a labda nem fért át. Hansen elveszik a labdát a játékvezetők lépés miatt még hozzá. Kacsizott Jaukovics, illetve Pletikosics. Időközben egyébként kiegészült a Budućnost. Közeledünk a félidő feléhez. Ez pedig 2 perc. Mutatja Christiansen, hogy az ő mezét rángatták, talán inkább a másik irányba kellett volna a szabálytalanságot befújni. Hajthatatlanok a játékvezetők, de talán Christiansen sem gondolta teljesen komolyan, hogy meg tudja győzni a játékvezetőket arról, hogy változtassák meg az ítéletet. Én a magam részéből ilyet még nem láttam, és gyanítom, hogy nem is fogunk ilyet látni. A tényen tehát mindez nem változtat, ember hátrányban az Audi Eto KC 2 percen keresztül, de egyelőre a Budućnost nem tud élni az ember előnyével, elveszítik a labdát, és Tóth Nikolett pedig akkor indíthatja a társakat. Amorim, Hansen, egyelőre ők ketten passzolgatnak egymás között. Bratzett a falban próbál magának helyet csinálni. Szabad dobás lesz. És a szabad dobás mellé még egy időkérés is, méghozzá Danyi Gábor kikérte a második idejét 14 perc, 15 másodpercnél. Itt a csarnokban időközben elhangzik, és amíg az időkérés tart, addig talán én is elmondhatom, hogy a Városháza tájékoztatása szerint ugyan kétséges volt, hogy a nyárzáró koncertet 21 órakor megtartják-e, de jelen állás szerint meg fogják tartani Kelis koncertjét 9 órakor. De ez csak a jelen állás, hiszen itt az is elhangzott még mellé, hogy 8 órakor fogják meghozni a végleges döntést. Ekkor dől majd el az, hogy a győri nyárzáró koncertet megtartják-e. Tehát aki az interneten követ bennünket, az is, ha úgy gondolja, akkor még odaérhet a találkozó után erre a bizonyos koncertre. No, és akkor vissza a kézilabdához. 14 perc, 15 másodperc telt el a második félidőből. 19-18-ra vezet az Audi Eto KC, és ők támadnak. Hansen. Görbichez jut a labda, és ez egy gyönyörű figura. Hát ilyen kiélezett helyzetben nyilvánvalóan ez egy kicsit a barátságos meccsnek is szólt. De hát nem biztos, hogy majd éles helyzetben, ha ilyen lehetőség lesz, akkor nem biztos, hogy nem egy biztosabb megoldást kell választani. Ez egy kapufa, ez pedig egy védés. Tóth Nikolett. Újkics nem tudott túljárni Tóth Nikolett eszén, és akkor lehet menni a 3 gólos különbségért, és ki fog egészülni az Audi Eto KC másodperceken belül, vagyis most Christiansen újra pályán 6-6 ellen. Amorim. Elég ütemtelenül lőtte el. Így is védeni tudott Rajčić.
Szabad dobás lesz befelé. És közben egy törlést kér Christiansen. Ászló. Ki a szélre. Nincsen lövés egyelőre, fenn van a játékvezető keze. László kapja vissza. Megakadályozta a lövésben Christiansen. És ez pedig egy belemenés, ezt mutatja a játékvezető. Visszakapja a zöldmezes csapat a labdát. Amorim. Éppen csak bele tudott kotorni Rajčić, de a szabad dobás az így is jár természetesen. És megint úgy tűnik, hogy izzadság folt került a padlóra, az pedig rendkívül veszélyes, ha azon megcsúsznak a játékosok. Jobb az óvatosság. Bő 13 perc van hátra a meccsből. Két góllal vezet az Audi Eto KC. Amorim. Nagy birkózás volt ott a falban. Ezt fújták le. Jöhet a szabad. Amorim ugrik fel. Visszaszedte Christiansen a labdát. Jöhetnek megint a győriek. Bratzett. Hát egészen elképesztő volt ez a megoldás. Krisztina László rángatta Kari Bratzettet. Nem különösebben érdekelte. Bevágta a labdát. Három gól visszaszerzi tehát ezt a bizonyos három gólos előnyt az Audi Eto, és azért ez egy kicsit talán megnyugtató lehet. Még egyszer mondom, nyilvánvalóan nem ezen a mérkőzésen fog múlni, hogy mennyire lesz sikeres az Audi Eto KC a 18-19-es szezonban, de azért mégiscsak egy jó erőmérő. Nagyon sok mindent a szakmai stáb majd le tud szűrni abból, hogy hol is tart a csapat az igazán komoly nemzetközi meccsek előtt. És Görvic szerez egy remek labdát, és egyedül végigviszi a pályán. És nagyon-nagyon higgadtan. Meg is oldja Görvic Anita. Ötödik gólját szerzi Görvic. 22-18. Az pedig egy remek passz volt Brunovicnak, és okosan átejtette Tóth Nikolettet. Megint egy kicsit a védő falat kell megrendszabályozni. Azt hihette volna Görvic egy pillanatra, hogy elveszíti a labdát, de nem.
visszakapta Groth. Christiansen, az pedig egy hiba, és ezzel megindulhat Ujkić. Nem jutott túl messze vele. Egészen pontosan 10 perc van hátra a mérkőzésből, egyúttal a második félidőből. Groth, Christiansen, Hansen, nem lőtt el Bódi, inkább tovább tette Görbisznek, elképesztő csukló mozdulattal Görbisz Anita. Érdekesség egyébként, hogy az első félidőhöz képest azért sokkal jobban védekezik mind a két csapat, jóval kevesebb a gól. Ugye az 14-14-es állásnál mentünk el a szünetre, 28 gól volt az első félidőben, ehhez képest most 9-5. Tehát azért úgy tűnik, hogy sikerült rendezni a sorokat, főleg az Audi Eto oldalán volt talán szükség erre, volt ott az első félidőben egy jó 10 perc, ami nem úgy sikerült, ahogy azt talán eltervezték, de hogyha a Budućnosztnál kiemeltem, akkor az Audiatónál is el kell azt mondani, hogy mindenképpen jó azt látni, hogy az a kis hullámvölgy, az nem törte meg a lányokat, fel tudtak állni belőle, és gyakorlatilag egy ennyire jó második félidőt tudnak produkálni. Közben Görbisz teszi a labdát Bódinak, Bódi pedig meg is oldja. 5 gól a különbség. Nem mondom, hogy nem volt ennél nagyobb különbség a mérkőzésen, mert volt, de hát nyilván kit érdekel ez. Most már azért talán nem azt mondom, hogy meg lehet nyugodni, de talán nem kell annyira izgulni. Tulajdonképpen most már nagyon közel került az Audi Eto KC ahhoz, hogy megnyerje az újabb felkészülési meccset. Közben Lászlót szedik le a levegőből. Görbisz próbálta volna elcsenni a labdát, és azért ebből a mosolyból az ő arcán azt láttam, hogy ő sem gondolta teljesen komolyan. Dragan Adžić pedig időt kér 7,5 perc a mérkőzés vége előtt. Danyi Gábor a képen, még Hansennek oszt ki néhány utasítást. László, Bulatovics, kapufára lövi Bulatovics. Egy picit, mintha elfáradt volna a Budućnost Podgorica. Nyilván azért ebben még benne van a szezon elejé forma is, és az is biztos, és azt gondolom, hogy ennek nagyon jó jelét adták, vagy bizonyítékát 45 percen keresztül, hogy nagyon-nagyon komoly csapat lesz idén is a Budućnost Podgorica, és igenis számolni kell velük. Közben Niki Groth lövi meg a 25. Győri gólt. 3 gólos már Niki Groth is. A különbség pedig 6.
Talán most már kimondható, hogy ez a mérkőzés megvan még akkor is, hogyha Krisztina László még lő egy gólt. 25-20 egyébként a mérkőzés állása, és alig több mint 6 perc van hátra a mai találkozóból. Amorim. Ó, de mekkora gól Amorim. Rajcsics is beletette a kezét, de hát ez annyira meg volt lőve ez a labda, hogy ez esélytelen volt hárítani. Közben pedig egy újabb 7 méteres. A második fél időben kevesebb volt belőle, mint az elsőben. Jön vissza Lönó. Ez belőtte Krisztina László. 8 gólos a montenegróiak játékosa. Öt perc van hátra egészen pontosan, és ugyanennyi, vagyis 5 a különbség a csapatok között. Christiansen. Volt egy esés középen Lászlótól. Ez nem zavart a Bódit. Benn van az újabb győri gól. Bulatovics. Kapott egy nagyot Pletkosics. Inkább belefutott a védőkbe, de a hetes az jár. És ki más? Megint Krisztina László. Az egész mérkőzésen ő volt az ítélet végrehajtó. És nem is hibázott egészen eddig. Megvan az első hetes védés, Amandil Lönó pedig kitette a jobb lábát, ezzel pedig megvan az első hetes védés a mai meccsen. Groth. És az pedig megint egy gyönyörű megoldás Hansen-től. Elképesztően harcos volt a dán lány. Belül az utolsó 3 percen Bódi rontott rá Pabicevicre. Bulatovics, László. Bulatovics kapja vissza, és Bódi pedig lefüleli a labdát, és indul Oftedal. Oftedal teljesen egyedül. Nagy gól. Megvan a 29. győri gól. Stine Oftedalnak még nem volt gólja egyébként. Igaz, ezen a mai mérkőzésen egy kicsit talán kevesebb játék lehetőséghez is jutott. És László újabb védését, Lönó védi. Pavicevicsét viszont nem sikerül. Pavicevicsnek sem volt még gólja egyébként a meccsen.
Amorim. Groth. Oftedal. Groth lövi el. Ez most mellé ment. Pavicevic. Jó a védés Lönótól. Viszont rossz helyre pattan. A gól viszont nem érvényes. Szabálytalanságot még hozzá könyöklést láttak a játékvezetők. Az utolsó egy percen belül vagyunk. Amorim, ott a 30. győri találat is. A végére ebből egy nagyon-nagyon magabiztos győri siker lesz. És még a Budusnost néhány másodperccel a vége előtt időt kér. És akkor neki futunk az utolsó, mintegy 40 másodpercnek. Az Audi Eto KC magabiztos győzelmét nem veszélyezteti semmi. Ez a második félidei játék, ez igencsak meggyőző volt. Főleg egy Budusnost Podgorica ellen. László még összeszedi a labdát. És akkor, ahogy említettem, az utolsó felkészülési mérkőzését jövő kedden Érdem fogja majd játszani az Audi Eto KC méghozzá 17 órakor. Közben Hansen meglövi a 31. győri gólt. Itt a vége a mérkőzésnek. 31-22 a vége. Hansen 3 gólos. És jár a tap természetesen a lányoknak. És ha már szóba került a jövő keddi érdi mérkőzés, természetesen terveink szerint azt is közvetíteni fogjuk majd itt az Audi Eto KC hivatalos csatornáján. Ha nem tudnak ott lenni az érdi csarnokban, akkor természetesen várjuk majd önöket itt is. Addig a viszontlátásra, viszonthallásra.